Hát sziasztok! Egy nagyon érdekes történetet osztok meg veletek, ami a Hoffenheim csapatáról szól. Ugye a Hoffenheim nagyon jól indult a Bundesliga bajnokságában, és bizony ugye a nagyon drágán megvett Szalai Attila is játszott, de voltak hibái egyes mérkőzéseken, és akkor végül az olasz-amerikai edzője úgy döntött, hogy kispadra küldi őt. Azonban október 28-a óta a Hoffenheim nem nyert mérkőzést, csak döntetlenjei voltak legfőjebb, és voltak vereségei is, úgyhogy most már csak a hatodik a Bundesligában, és hát több fórumon is nyilatkozott a Szalai Attila edzője, többek között az Attiláról is. És nagyon-nagyon-nagyon jó volt ezt hallani, amit nyilatkozott, mert amikor ment a szekér, akkor ugye nagyon lesújtó volt a véleménye, és többen rebesgették azt is, hogy esetleg a Fenerbahce vissza fogja vásárolni ezt a nagyon kiváló játékos, mert méltatlan az, hogy ennyire mellőzve van, hiszen onnantól kezdve, hogy 1-2-t hibázott, onnantól kezdve szinte végig a kispadon volt, maximum ilyen pár percekre tudták betenni. Szóval azt nyilatkozta az edzője, és ez tényleg nagyon jó hír, mert amellett, hogy Szoboszlairól, Sallairól, meg Schäferről nagyon-nagyon jó híreket hallunk, és tényleg tulajdonképpen a válogatott gerincét adó játékosok azok nagyokat teljesítenek a saját klubcsapataikban. Azért nagyon jó azt is hallani, hogy nagyon megdicsérte Attilát, mert azt nyilatkozta, és nem szó szerint idézem, hogy igazán sportemberhez méltó volt az, hogy egyáltalán nem követelőzött, nem durcáskodott, nem dacoskodott, nem próbált ugye ilyen kis klikkeket létrehozni, amivel fúrná az edzőt, hanem a teljes alázatot mutatta sportemberként, mindenben lehet rá számítani, az edzéseken maximálisnál is nagyobb mértékben oda teszi magát, és egyszerűen várja azt, hogy úgy alakuljon a helyzet, hogy visszakerüljön a Hoffenheim kezdő csapatába. És hát az edző a nyilatkozatában el is mondta, hogy ez meg is fog történni. Ugye ez egyáltalán nem biztos, hogy a következő mérkőzésen, de a következő mérkőzések valamelyikén ez nagyon valószínű, hogy bekövetkezik. Ez pedig a magyar válogatott szempontjából is nagyon fontos. Tehát nagyon-nagyon jó hír az, hogy a hivatalos szerződésben lévő magyar játékosok közül soknak sikere van, de akinek adott esetben nincsen, az nem kezd el pufogni, és nem kezd el azonnal a menedzserét hívni, hogy vigyenek át engem egy másik csapatba, és akkor innentől kezdve már ugye minden másképp lesz, hanem kiválja a sorát, és 100%-osan oda teszi magát. Azt gondolom, hogy ez a követendő példa minden sportember számára, és hogyha azt látjuk, hogy ez a 100%-ig való odatétel mégsem hoz eredményt, tehát mégiscsak az történik, hogy hát nem rakják be, akkor természetesen lehet ezen gondolkodni. De egy pár hét után, egy pár mérkőzés után ez még nyilvánvalóan korai. Úgyhogy én nagyon-nagyon becsültem eddig is a Szalai Attilát, most egy lépcsőfokot, egy szintet emelkedett a szememben, alázattal, szeretettel, türelemmel, az edzéseken hajtva, oda téve magát, küzdötte ki magát odáig, hogy most már az edzőnek azért nem lenne könnyű dolga, megígérte a sajtó nyilvánosságában, hogy játszani fog, és akkor mondjuk 3 hét múlva is azt olvassuk, meg azt látjuk, hogy a Szalai még a kispadon volt. Szóval most már azért a saját ígérete, a saját hangsúlya is kötelezi őt arra, hogy betegye a Hoffenheim csapatába. Én ennek jobban örülök, nem azért, mert a Hoffenheim sikeresebb lenne, mint a Fenerbahce, mert ez egy marhaság lenne, hiszen a Fenerbahce sokkal sikeresebb csapat, mind a saját országában, mind pedig a nemzetközi kupákban, hanem azért, mert a Hoffenheimből közelebb vannak azok a top csapatok, amik felé lehet aztán tovább menni egy jó tavasszal és egy jó Európa-bajnoksággal, mert hogy nincsenek afelől kétségeim, hogyha a magyar válogatott jól játszik az Európa-bajnokságon, akkor a Szalai Attila egy sokkal komolyabb, egy sokkal erősebb csapatba fog kerülni, mint a Hoffenheim. Ezt se szóljuk le, mert a Hoffenheim simán megnyerné a magyar bajnokságot, de azért mégsem az a top gárda, ahová Attila igazából szerintem való lehet. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, iratkozz fel a csatornámra, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számlaszámon. Hajrá Magyarország, hajrá Szalai Attila, a jó Isten áldjon meg mindenkit!